képviselői beszámolók a testületi ülések fontosabb napirendjeiről, döntéseiről. Műsorunkban a február 16-ai képviselőtestületi ülés képviselői beszámolóit hallhatják. Az az örömteli helyzet a Ferencvárosban, hogy csak nem 2 milliárd forint kötelezettségvállalás nélküli készpénzállománnyal fordultunk erre az évre, amiből én azt hittem megörülve, hogy még több önkormányzati bérlakás felújítása kezdődhet meg, vagy esetleg teljes házak felújítása, hiszen naponta kapok olyan telefonokat, hogy a fejükre omlik a vakolat, a patkányok járkálnak a kinti WC-ben, mert ugye 1000 lakásban még mindig nincsen a lakáson belül mellékhelyiség. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha már ilyen nagy készpénzállománnyal fordulunk erre az évre, akkor felgyorsulhat a szociális bérlakások felújítása. Ehhez képest a kerület vezetése úgy döntött, hogy ezen a pénzen kincstárjegyeket veszünk, és majd gazdagszunk a kamatán, így imigyen erősítve az államot és a magyar gazdaságot. Ez szerintem felháborító és elfogadhatatlan, hogyha már egy kerület nem szűkölködik, ami a mostani önkormányzatokra nem jellemző, akkor olyan célokra kellene fordítani a meglévő pénzeszközöket, amelyek az embereknek a boldogulását szolgálják. A másik dolog, amit elmondanék, hogy én már jogerősen pert nyertem abban a folyó eljárásban, amit a FEF 9 Kft. Indított ellenem, úgynevezett jó hírnevük megsértéséért. Természetesen joggal állítottam azt, hogy ingatlan mutyi van a Ferencvárosban, hiszen áron alul elherdálja ingatlanjainkat, nagy értékű telkeket és házakat. A képviselőtestület a mai ülésén elfogadta a József Attila lakótelep készítése tárgyú tervpályázat kiírásával kapcsolatos előterjesztést, ami kibontva azt jelenti, hogy Ferencváros képviselőtestülete arról döntött, hogy a József Attila lakótelep fejlesztésére tervpályázatot ír ki. Egy különleges úttörő eljárás annak érdekében, hogy egy adott területnek a fejlesztését valamilyen koncepció mentén elkezdjük is. Mert a tervpályázatot írunk ki, és ezen tervpályázat keretében a pályázók sokkal nagyobb számban fognak tudni olyan ötleteket, elképzeléseket bemutatni számunkra, ami alapján el fogjuk tudni dönteni azt, hogy a József Attila lakótelepet milyen irányba érdemes és lehet fejleszteni. Költségvetés kapcsán szeretném kiemelni azt, hogy idén első ízben Ferencváros önkormányzata gondol a vállalkozások fejlesztésére is. A vállalkozás ösztönzési programot dolgoz ki, melynek eredménye, hogy Ferencváros vonzó célpontja a újonnan induló vállalkozások alapításának, valamint már meglévő vállalkozások áttelepülésének. Természetesen ennek a programnak előnye lesz a már Ferencvárosban működő vállalkozások vállalkozási környezete számára is. A mai testületi ülésen a költségvetés elfogadása mellett úgy gondolom, hogy a kultúrái volt a főszerep. 3 fontos döntést hozott meg ez ügyben a képviselőtestület. Az első ezek közül egy önkormányzati rendeletnek az elfogadása az önkormányzat közművelődési feladatairól. Ezt azért tartom fontosnak, mert a Ferencváros önkormányzat önként vállalt feladatként nyújt kulturális szolgáltatásokat a kerületben élőknek, és ebben a rendeletben összegezzük tulajdonképpen, hogy milyen közművelődési feladatokat vállalunk, és hogy ezeket milyen szervezeti keretek között valósítjuk meg. A másik a kerület kulturális koncepciójának az elfogadása, tehát ebben a koncepcióban a kerület következő 5 évének a kulturális feladatait összegezte a képviselőtestület. Készült egy felmérés, amiben a lakosságot kérdeztük meg a
Corvinus Egyetem hallgatói és tanárai segítségével, hogy milyen szabadidős tevékenységeket végeznek Ferencvárosba, és erre a helyzetelemzésre épül tulajdonképpen az egész koncepció, és határoz meg olyan alapelveket és célokat, aminek a mentén később a kulturális programok megvalósulhatnak. A koncepció egyébként a kultúra fogalmán nem csak a magas kultúrát, hanem minden szabadidős tevékenységet magában foglal. A harmadik fontos döntés, amit meghozott a képviselőtestület, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és tagintézményei élére új igazgatót nevezett ki Antos Jarábi Klára személyében. Mint a pénzügyi bizottság elnöke, azt kell mondjam, hogy Ferencvárosnak van költségvetése, hiszen a mai ülésen elfogadtuk a 2017. évi költségvetésünket. Egy költségvetés sok számról szól, de mégis vannak benne értékek, vagy hát célok, amiket az önkormányzat kitűz a maga számára a következő időpontra. Erről szólnék én néhány dolgot, amik a nagyobb elemei a költségvetésnek. Egyik részéről az jó, hogy van egy 2 milliárd forintos tartalék az önkormányzatnak, ezért kincstárgyat kívánunk vásárolni, ez egy fél év alatt 20 millió forintot hoz az önkormányzatnak. Erre akár azt is mondhatjuk, hogy jó. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy viszont ezt a pénzt jobb lett volna a költségvetésnél a lakóház felújításra fordítani, vagy a város felújításra, a város rehabilitációra fordítani, mert azt látjuk, hogy minél később kezdünk bele egy felújításba, minél tovább húzzuk, és itt már fél év is játszik, az akár 50-100 millió forintos többletkiadást jelent az önkormányzat számára, hiszen az építőipari piac árai ilyen mértékben emelkednek. Ez egyébként egy másik napirendnél itt a testület előtt is volt, a Tűzoltó utca 33/B-nél, ahol egy fél éves csúszás, az egy jó 100 millió forintos többletköltséget jelentett az önkormányzatnak. Szóval, hogy jobb lenne, hogyha ezt a tartalékpénzt akár már most lakóházfelújításra fordítottuk volna, vagy lennének olyan tervek, ami alapján már válogathattunk volna, hogy melyik háznál folytassuk a felújítást, hiszen van még bőven több mint 50 lakóház van. Sajnos ez elmaradt ebben a költségvetésben, remélem, hogy majd a költségvetés módosításánál ezt sikerül behozni.